Én egy Lyubomir Simovics drámára épülő, bár az irodalmiasságától teljesen megfosztották, de erre épülő előadásra fogok beszélni, amit Urbán András rendezett. Én aggódom, és úgy gondolom, hogy páran itt nem láttuk ezt az előadást, szóval röviden összefoglalom, hogy miről is szól. A Hasszának a felesége, akit Béres Márta alakít, a megszakadt a szívem tökéletesen, várja haza a férjét, a Hasszánagát a hegyi katonatáborból, ám ő egy banális indok miatt, ami ténylegesen emiatt nem is fontos, úgy dönt, hogy kidobja a feleségét és megszakítja ezt a házasságot. Így hát nem csak az eddigi megszokott életétől, mindentől, amit legalábbis annak tekintett, ugye a házasságától is megfosztják, és egyben a gyerekétől is elszakítják, de igazából még ideje sincs a mi értekre megoldást keresni, vagy választ találni, mivel hamarosan készülhet is már az újabb Friedre. A balladát követve, hosszas könyörgés és fenyegetőzés után eléri azt, hogy megpillanthatja még utoljára gyermekét. Ugye, bár ez a Friedbe teljesül utána, de ebbe a fájdalomba szépen, de nem lassan bele is hal. Ugyebár engem a darabot elnézve, semmi engem, bocsánat, a darabot elnézve a lázadásnak hagyományos, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, hagyományos formáját nem vehetjük észre, nem megy a rendszer ellen, nem megy a törvény ellen, még akkor is se, hogyha az folyamatosan mások kényekedve szerint változik. Ugye biztosan mi is találkoztunk már az erősebb kutya törvényével, nem tér le a mások által előre megírt és kijelölt útról, de mégsem érzi egyáltalán magáénak ezt, még akkor is, hogyha ugye ezen az úton halad, még a halálába el nem ér. Engem nagyon sok minden foglalkoztatott, alapvetően a Hasszának a feleségéből kiindulva. Ez főleg, hát igazából akkor jöttem rá, hogy mennyire foglalkoztat, amikor elkezdtem beleásni magamat ebbe a témába. Főleg a nők jogi helyzete érdekelt ugye az ex-Jugoszlávia területén, akár napjainkban is. Én hallgattam egy nagyon érdekes beszélgetést Bakos Petrával, akit nagyon szívesen megismernék személyesen, szóval, hogyha valaki ennek tudja a módját, akkor szívesen jelentkezhetem. Cserébe elküldöm a videót az előadásról, és ő kifejezetten jól kifejtette, és szétszette ezt ugye egy országokra most már, hogy mit is kell tudni ott a nők jogi helyzetéről. Számomra a legérdekesebb Montenegró volt talán. Én nem tudom, hogy tudjátok-e, én nem tudtam. Montenegróban összesen a nőknek csak 4%-a rendelkezik ingatlannal. Ugyebár ez roppant kevés, hogyha családon belüli erőszakról beszélünk, ami ugyanúgy ott is, és Bosznia-Hercegovinában is, de alapvetően Magyarországon is, és akárhol beszéltünk róla, óriási probléma lehet, mivel hogyha te elmenekülnél, erre nincsen lehetőség, mert nincs egy nő a környezetedben, aki rendelkezik ingatlannal. Ez betudható az örökösödési törvény, az örökösödési jogról való lemondásról. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha van 3 testvér, ebből 2 lány és 1 fiú, akkor a nők önként lemondanak erről az örökösödési jogment, az ingatlan jogáról, azon a címen, hogy biztosan a férfi gondozta ugye az szülőket. Mert ez mind szép is jó lenne, csak hát nem a férfi gondozza, hanem annak a felesége. Ugyebár így hát a nők két oldalról vannak kiszolgáltatva, ott vannak a kisemmézett testvérek, és ugye ez a szegény feleség, aki anyóst, apóst is gondozhatja, úgyhogy addig ugye státusza sincs a családban, amíg nem szűnt egy fiú gyermeket. És akkor itt merül fel a második probléma, a szelektív abortusz. Erről se tudtam semmit, szóval úgy szintén nem olyan kínos, mint hogy nem láttuk az előadást. A szelektív abortusz, ami Szerbiában is ugyanúgy egy probléma, csak ők más megoldást próbálnak találni a kiküszöbölésére. Úgy kell elképzelni, hogy mivel nincsen státuszod, amíg férfit nem szülsz, így hát mivel Montenegróban a 10. hétig elvetheted a gyermeket, és addig meg is tudod a nemét a gyermeknek, nagyon gyakran, hogyha kiderül, hogy lány, elvetetik ezt a kisbabát, ez nem pontos statisztikákat mondok, olyan állapotig ment el, vagy addig fajult, hogy 150 férfire 100 nő jut. Ezt nem az abortusz korlátozásával próbálják megoldani, hanem inkább a nem eltitkolásával próbálja ezt az ország
kiküszöbölni ezt a problémát, míg Szerbia a folyamatosan, hogyha itt van valaki szerb, az nyugodtan kijavított, míg Szerbia a folyamatosan növekvő gyermekek száma mellett a támogatásokat is ugye folyamatosan növeli, így hát mondjuk a negyedik gyermek mellett már 10 éven keresztül kapsz egy támogatást, ami addig a pontig nagyon jó, amíg ez a 10. év le nem telik, és a költségek ugyanúgy fennmaradnak, de hát tudjuk, Magyarország jobban teljesít, Szerbia pedig épül. Szóval, ugyebár. Koszovóban is nagyon hasonló minta figyelhető meg. Ott már külön mozgalmak vannak arra, hogy arra biztassák a nőket, hogy igenis tartsák meg az ingatlanokat. Ez ekkora problémát jelent. Ami a másik óriási gond még, Koszovóban amúgy egy óriási verseny figyelhető meg Szerbiával, ez a mi így állunk ki a nők mellett, és mi így védjük az anyákat. A másik óriási probléma ugye a családon belüli erőszak, amit a Hassan Aga feleségében is több formájában is tekinthetünk meg, vagy vehetünk észre. Itt beszélhetünk szexuális erőszakról, fizikai vagy verbális erőszakról, vagy a terror akár bármely formájáról is. Montenegróban akkor figyeltek fel erre az erőszakra, igazából arra, hogy meg kéne oldani ezt a szituációt, ami ott megy, amikor múlt év ősszel meghalt egy 15 hónapos kisfiú, akit a nevelőapja bántalmazott. Azt hiszem, ez még mindig tart ez a tárgyalás. Itt az édesanyát is ugyanúgy elítélik a kötelességei elhanyagolása miatt. Azóta a rendőrség és különböző nőjogi szervezetek bevonásával a kórházakban a jelek megfigyelésének alapvető ismereteivel is ezt is próbálják megtanulni és kiköszöbölni, szóval egy teljes hálózatot próbálnak erre kiépíteni. Amúgy Szerbiában már a 80-as évek óta léteznek ilyen hotline-szerű vonalak, bár ha jól tudom, először Zágráb területén volt, és utána alakult ki később Szlovéniában is és Szerbiában. Szerbiában kicsit más a helyzet, ki tudja, hogy ez alapvetően az EU-ba való belépéshez mennyi köze van, de ha például akár a parlamentet nézzük, a szerb parlamentben a nők aránya az 34%. Ez roppant sok. Ő Jézusom, hogy mondhatok ilyet? Milyen feministának tűnök? Nem roppant sok, de Dél-Kelet-Európában ez biztosan a legmagasabb szám, bár Horvátország is túlmutat Magyarországon ebben. Nem nehéz, ugyebár. Még alapvetően, amiről a Bakos Petra is beszélt, és a darabban is felmerül ez, bár gyávaként is leírható, vagy annak tekinthető, hogyha először megfigyeljük ezt az előadást, a Hassan Aga felesége, akinek még neve sincs. Csak egy turisztikai attrakció, valakinek a felesége, a lánya, még ilyen szinten is csak egy tárgyként funkcionál, úgymond ebben a darabban. És elnézést, én 6. óta nem álltam ennyi ember előtt egy versmondón, ez lehet nekem is kellett volna készítenem prezentációt. A Hassan Aga feleségében és megfigyelhető, hogy hogyan áll különböző országok az erős nőhöz, mint olyan. Ez lehet akár személyiség is, de nem feltétlenül erről beszélünk. Magyarországon ugye van egy kis félsz, de Montenegróban és Szerbiában például roppant büszkék arra, hogyha egy nő erős. Ez is ugye azt mutatja, hogy a férj még annál is erősebb. Szóval ez is egy nagyon érdekes kérdés. Magyarországra is természetesen ki lehet térni. Ami Magyarországot is elképesztően érinti talán, az a kapcsolattartás, amit én úgy szintén érdekesnek találtam válás után. A kapcsolattartásnak alapvetően arra kéne szolgálnia, hogy válás után a gyermek miatt fennmaradjon ez a családkép, hogy igenis mind a két szülő hasznos időt töltessen el a gyermekkel. Na ez mind szép és jó, addig, amíg ez nem egy bántalmazó kapcsolat volt, és ugye ez nem ad újabb teret további bántalmazásoknak. Erről is roppant sok cikket találtam, bár érdekes, hogy a KSH-n, ugye, amit 6-8 éve már nem lehet használni, ki tudja miért. A KSH-n nem találtam adatokat arra, hogy Magyarországon hány nő birtokol ingatlant, de azt viszont megtaláltam, hogy 60% a magyar embereknek rendelkezik ingatlannal, ebből 43%-on jelszálók itt van. Igen, ez volt az egyetlen adat, amit találtam. Természetesen a nők és akár a férfiak közötti különbségről nagyon sokféleképpen lehet beszélni. Az is nagyon foglalkoztatott, hogy Magyarországon miért nem lehet nőtűzoltó.
Én megkérdeztem ez ügyben egy tűzoltót, hogy ez vajon miért is lehet, hogy miért nem mehetek el én tűzoltónak, és 155 centimmel szerintem tökéletes lennék erre a pozícióra. És erre egy iszonyatosan kielégítő választ kaptam, mert hogy drága lenne ugye a laktanyák kialakítása. Igen. Nem leszünk tűzoltók az elkövetkezendő 10 évben sem. Alapvetően beszélhetünk ugye a fizetések közötti különbségekről, de igazából, hogyha jogfosztottnak szeretné érezni magát az ember, nem kell nőnek lenni. Érezheted így akár magad az egzisztenciád miatt, a vallásod miatt, a nemi identitásod miatt, bármi miatt, de még középosztálybeli keresztényként is. Én igazából nagyon szépen köszönöm, nem szeretnék több mindent mondani. Köszönjük. Azt most már nem.